A műsorszámot az ECDH támogatta. Lehújt a lepel, így szült át a korrupció a hazai autósárveréseket. A mai online aukciók jelentősen kifehérítették az árveréseket, korábban bőven megvolt a lehetőség a trükközésre. Ahol sok pénz van, ott jó eséllyel előbb-utóbb felüti a fejét a bűnözés. Nincs ez másként az autósárverések világában sem, amelyet kigyomlálhatatlanul átszű a maffia. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy ebben az államemberei és nyakik benne vannak. Nem is Magyarországon lennénk, ha nem így lenne. Legutóbbi árverésekkel foglalkozó cikkünkben azt mutattuk be, hogy miként működnek az online autós árverések, ezúttal pedig arról lesz szó, hogy kik és hogyan játszották ki a rendszert annak idején a hagyományos licitek során. Interjú alanyunk Tóth Zoltán másfél évtizede foglalkozik árverésekkel, és benfentesként jól ismerte az okosságokat. Most arra vállalkozik, hogy leleplezze a bűnözők módszereit, és bemutassa, miként szült át az autós maffia ezt a világot, és hogyan kerültek bele maguk az államemberei is. Zoltán egyébként egy cégcsoport vezetője, amelynek a tevékenységi köre meglehetősen sokszínű szolgáltatási, gyártási és kereskedelmi tevékenységet is folytatnak itthon és határainkon túl egyaránt. Az autós árverések világába még a 2008-as gazdasági válság előtti években csöppent bele, amikor továbbértékesítési céllal az elsődleges piacon meg nem jelenő beszerzési lehetőséget keresték. Mindenre vevők voltak, ami jó áron volt, legyen szó teherautókról, buszokról, vagy éppen személygépjárművekről. Akkoriban, még az árverések 99%-a hagyományos volt, azaz személyesen kellett jelen lenni a megadott címen és a megadott időpontban. Aztán az autó mellett pénzzel kitömött zsebekkel és táskákkal lehetett licitálni, valahogy úgy, ahogyan azt a külföldi reality show is bemutatják a televízióban. Volt egy kikiáltási ár, egy becsérték, majd az árverést levezénylő személy előre meghatározott licit lépcső szerint folyamatosan csökkentette az árat, ezt akkoriban a szabályozás lehetővé tette. Az lett a gépjármű, aki a legtöbb pénzt ajánlotta érte. Kitöltötték a papírokat, és ennyi volt. Nyomtatott formában jelentek meg az árverési felhívások két hetente az Árverési Hírek című labban, amelyet kezdetben újságárusoknál terjesztettek, így lehetett értesülni a dolgokról. Később viszont csak előfizetéses formában volt elérhető, így aki addig nem került kapcsolatba vele, információ szűkében nem is nagyon került a körbe később sem. Zoltánék az itt feltüntetett helyek és árak alapján egy bevált recept szerint rendszerezve döntötték el, hogy melyik árverésre mennek és melyikre nem. Ebben az iparban a legnagyobb érték az információ, mindig is az volt, és ma is az. Rengeteg kutatás és keresgélés kell manapság ahhoz, hogy megtaláljuk a valamire érdemes aukciókat az online térben, de vannak segítő oldalak. Egyik ilyen a licitvadászat.hu is például, ahol ugyan díj ellenében, de rögtön elénk kerül mindaz, ami számunkra érdekes lehet. Azt előjáróban tudni kell, hogy akkoriban volt egy rossz becsértéki rendszer, ami rendre túlárasztotta a tételeket, így az érdeklődés is elmaradt, a gépjárműveket pedig nem tudták eladni. Ezt egy még rosszabb törvényi szabályozás igyekezett kompenzálni, amely tálcán kínálta a lehetőséget a kreatív embereknek. A jogszabály értelmében, amennyiben a becsértékre nem értkezett licit, akkor az árverést levezénylő személy a kikiáltási ár 25%-áig csökkenthette azt. Így az árak nem felfelé kúztak, hanem éppen ellenkezőleg mindig lefelé. A törvény által biztosított kiskapukat kihasználva, az árverésen megjelentek a határozott megjelenésű, ért börtön tetoválással rendelkező megmondó emberek, akik nem hagyták, hogy az autó körül állók megvásárolják azt. A licit kezdete előtt odamentek a jelenlévőkhöz, és megmondták előre, hogy ők fogják megvásárolni az autót, mégpedig a kikiáltási ár 25%-áért. Ezzel nem sokan mertek volna ellenkezni, de a rendszer úgy volt kitalálva, hogy igazából minden jelenlévőnek megérje. Amikor a hivatalos licit lezajlott, azaz az autót megvásárolták a becsérték 25%-áért, majd a papírokat kitöltötték és az árverést levezénylő személy elment, akkor indult az igazi licit. Az érdeklődők ott maradtak, és lehetett licitálni az autóra, csak ezúttal a megmondó ember volt az eladó. Ekkor már az árak felfelé mentek, és végül az lett a tétel, aki a legtöbb pénzt ajánlotta érte. A nyertes hazament az autóval, a többiek pedig elosztották egymás között a nyertes ajánlat és a korábbi 25%-os vételár közötti különbséget. Ennek a rendszernek persze károsultjai is voltak, a végrehajtó, a végrehajtást kérő és az adós sem profitált számottevően az egészből, hiszen ők az érték 25%-át kapták csak. Gyakorlatilag őket törvényes keretek között lopták meg. Az áron alul értékesített ingóságokból befolyt összegek közel sem fedezték a követeléseket, a fennmaradt részek pedig többségében nem voltak behajthatók. Talán 2015 környékén egy klasszikus, hagyományos árverési esemény alkalmával vált Tolt Zoltán számára nyilvánvalóvá, hogy egészen magas szintekig elérhet a korrupció. A megmondó emberrel együtt összesen hét résztvevő volt, mégis végül 9 részre lett osztva a haszon. Hogy miért 9 részre? Azt mindaddig senki nem értette, ameddig az ajánlattétel végén a végrehajtóként eljáró regionális adóigazgatóság emberei is fel nem vették a részüket. Interjú alanyunk nem szeretné általánosítani az esetet, de ha egyszer megtörtént, talán többször is. Az, hogy ezek a trükkök a mai online licitek esetében is kivitelezhetők-e, azért nehéz megmondani. Egy azonban biztos, az online világ sokkal nagyobb közösséget ér el, mint azt valaha a hagyományos tette, a mostani rendszerek többsége pedig eleve kizárja annak lehetőségét, hogy az egyik licitáló ismerje a másikat, és így összebeszéljenek. Továbbá a megváltozott jogszabályi környezet miatt sem működhetnének ma már a fent részletezett módszerek. Ettől függetlenül azért itt-ott ma is megvan a belső kör, akik tudnak profitálni az autós árverésekből. Ott vannak például a banki finanszírozásból visszavett járművek, bár azok újraértékesítését nem is lehet árverésnek nevezni, mert maga a szó feltételezi a valódi versenyt, de az a legtöbb pénzintézetnél eleve teljes mértékben ki volt vagy ki van zárva. A felület üzemel, a látszatot fenntartják, van pár szebb napot megélt jármű, de amin keresni is lehet, az gazdától kereskedőig utazik. Azok, akiknek sikerült jó kapcsolatokat kialakítani a pénzintézetek készletkezelőivel, nagyon jól járnak. Itt megvolt és meg is van a belső kör, ahol biztos, hogy honorálják az együttműködést. Külföldön, elsősorban nyugaton, a csalásoknak úgy veszik elejét, hogy nem saját hatáskörben megrendezett tárveréseket szerveznek, hanem mindent aukciós házak intéznek, akik a licit árán felül 10-15%-ot profitálnak, így az ő érdekük is az, hogy minél magasabb áron keljen el egy-egy tétel. Külföldön jól működik ez a rendszer, és bizonyára eleve kevesebben ügyeskednének még akkor is, ha lehetne. Egyébként léteznek itthon is aukciós házak által szervezett licitek, de a magyarországi árverések 99%-a online zajlik, és itt három nagyobb állami értékesítési felület van. Az egyik ilyen platform a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által üzemeltetett eárverés.mnv.hu, a másik az adóhivatal hatáskörébe tartozó árverés.nav.gov.hu, a harmadik nagy pedig a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldala az árverés.mkvv.hu. Van azonban átjárás közöttük, sok esetben előfordul, hogy a NAV a követelő fél az MMW ZRT vagy az MBVK oldalain hirdetett árverési tételek mögött is. Ezeket érdemes böngésznie az érdeklődőknek, valamennyi oldalon megtalálhatóak azok az információk, amelyek a licitálás pontos menetére és mikéntjére vonatkoznak. Az árverésre bocsátott járművek származása egyébként nagyban függ az eljárás módjától is, máshonnan származnak a naváltal, adó tartozás miatt lefoglalt járművek, és megint máshonnan az egyéni végrehajtók által lefoglaltak. Vannak, amelyek a magyar állam tulajdonában állnak, ezek leginkább az örökös nélkül elhunytak, vagy hagyatéki eljárás során az örökösök által nem igényelt járművek. Továbbá vannak állami és céges flottákból származó gépkocsik, illetve banki finanszírozásból visszavettek is. Tudni kell azonban, hogy a sikeres árverésen értékesített járművek minden esetben perigény és tehermentesek, ezért nem kell attól megijedni, ha az adott tétel mellett több követelés is sorakozik. Néha az is előfordul, hogy a családoktól kerülnek kalapács alá a járművek, viszont az árverési vevő erről nem minden esetben szerez tudomást, a finanszírozásból visszavett járművek esetében viszont gyakoribb, hogy az árverezett jármű egy családot szolgált a szebb időkben. Az ingatlanok árverése kiváltképp a lakóingatlanoké egy súlyosabb kérdés lenne, de egy autó azonban nem a világ. Ennek ellenére anyagilag fájhat a korábbi tulajdonosnak, mert az értékesítési ár, ami jellemzően a piaci ár alatt húzódik, és a fennmaradó adósság közötti különbözetet követelni fogják rajta. Így, ha az ingó vagyon elkopik, akár a lakóingatlanára is ráterhelhetik. Vannak, akik ezen felülemelkednek, és csak a hasznot nézik, mondván az ő vesztesége az én nyereségem. Zoltán személy szerint lelkiismereti kérdést csinál ebből, és számos ügyletbe bele sem kezdette miatt. Összességében elmondható, hogy vadászni mindenképpen megéri, az nem kerül semmibe. Nem biztos, hogy rögtön az első alomból sikerül is vásárolni, mert mindenki más szemmel nézi a tételeket, de kitartónak kell lenni. Az árverések különlegessége, hogy nem feltétlen abból lesz haszon, amit meg szeretne venni az ember. Azt kell megvenni, amit éppen jó áron kínálnak, meg tudjuk fizetni, és van rá piacon fizetőképes kereslet is. Valójában persze mindenkinek más az értékes, és másban lát fantáziát. Kiváltképp igaz ez, ha valaki saját részre licitál, nem pedig továbbértékesítés céljából, egy bontós ismás szemmel néz majd egy járműre, mint egy kereskedő, és így tovább. Sajnos azonban az autók jelentős hányada gyakorlatilag annyira rossz állapotban van, hogy roncsnak számít, a sok állást teljesen tönkretette. Vannak, ahol a készletkezelők viszonylag jó állapotban tartják az autókat, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy lehúzott ablakkal, az időjárás viszontagságainak kitéve várják a biztos pusztulást. Egy szóval sokat kell keresni, sok helyszínre el kell látogatni, mire az ember megtalálja az igazán jóvételeket. Ha az árverés alatt álló tétel felkelti valaki érdeklődését, és az ár is jó, akkor érdemes a lehető legalaposabban utána járni az autónak. Az általános szövegeknek, mint például rendszeresen karbantartott flottából származó, de még a képeknek se higgyünk feltétlenül. Ha van feltüntetve, vagy látható a rendszám a képeken, akkor kérdezzük le a jármű előéletét, továbbá az utolsó műszaki vizsga időpontja is beszédes tud lenni. Minden esetben javaslom a személyes megtekintést, aminél készüljünk fel a legrosszabbra, azaz előnyös, ha viszünk magunkkal egy munkás ruhát és kesztyűt, mert vannak járművek, amiket jobb esetben is évtizedes porlep el. Az autók állapota hatalmas szórást mutat, a megkérdetésekben szereplő fényképek sok esetben évekkel korábban a foglaláskor, átvételkor készültek, sajnos nem a jelenlegi állapotot mutatják. Vigyázzunk a korrózióval, és mindenképpen nézzük meg a jármű alvásszámát, mert anélkül a jármű csak egy darab vas. Nekünk például volt szerencsénk hiányos alvásszámú autóba belefutni, és a 8600 forintos hatósági számbeütés díja mögé nyugodtan írhatunk egy nullát plusz kiadásként, valamint két hónap helyben járást. Oda kell figyelni az úgynevezett helyben hagyással hirdetett tételekre is, mert azokat nem szállították be a gyűjtőtelepekre, hanem ott maradtak az eredeti tulajdonosuknál. Ezek az autók sok esetben hiányosak, az értékes alkatrészeket régen kiszerelték belőlük. Kalkuláljunk tovább be a szállítási költséggel is, mert attól, hogy a licit online zajlik, a megvásárolt tételeket nem fogja a futár vinni, külföldi árveréseknél pedig akár az amszerdami kikötőbe is el kell menni. Arra is fel kell készülni, hogy a hazai árverések többségén biztosíték megfizetésével lehet csak licitálni, tehát készüljünk egy komolyabb összeggel, mint előzetes befektetés, és ismétlem alapszabály, hogy a jó vételek megtalálásához rengeteg kitartásra és elszántságra van szükség. Az árverések megreformálásával a cél az lenne, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, azaz jól járjon az eladó és a vevő is. Zoltán szerint jó irányba tartunk, csak nagyon lassan haladunk. A mai magyar aukciós felületek közel sem mondhatók felhasználóbarátnak, sem a regisztráció, sem a belépés, sem a felhasználás, sem pedig a megosztott információk tekintetében. A beszélgetésünk elején említett árverési hírek című folyóirat utolsó lapjain annó területi bontások voltak, hogy mi hol található, sorszámozva megyénként, településenként. Ezzel szemben az online platformokon nem találunk egy térképes nézetet sem. Aztán nincs kötött elnevezés legalább a gyártmányra vonatkozóan, ez nagyon megnehezíti a keresést. Sokszor előfordul, hogy a járműveket csak csomagban lehet megvásárolni, és alkalomattán olyan csomagösszeállítások is születnek, amiből mondjuk öt járműből háromra a bontós is azt mondja, hogy kösz, inkább nem, így hiába lenne a másik kettő autó jó, nem érdemes megvásárolni őket. Külföldön zömmel aukciós házak árvereznek, nekik érdekük, hogy minél több ügyfelet szerezzenek, minél több tételt értékesítsenek. Ennek érdekében részletesebb tájékoztatást, sokszor előzetes állapotfelmérést is nyújtanak, és minden segítséget megadnak. Remélem, hamarosan itthon is eljutunk a felismerésig, hogy minden hatóságtól függetlenné kell tenni az árveréseket és profitorientáltá az aukciós szervezők vagy aukciós házak részére, mert ez jelentős előrelépés lenne a cél felé vezető úton. ECDH, mindenünk az autód!